Tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket. Az új év kezdete nem csupán arra ad alkalmat, hogy jó kívánságaimat fejezzem ki az előttünk álló esztendőre, hanem arra is, hogy visszatekintsünk és megvonjuk a mögöttünk hagyott időszak mérlegét. Amikor a Magyarországgyűlés határozatot hozott arról, hogy 2020 a nemzeti összetartozás éve lesz, még nem sejthettük, hogy világszerte milyen helyzettel fogunk szembesülni. De ez a váratlan fordulat lehetőséget adott arra, hogy megmutassuk, valójában mi is rejlik az összefogás erejében. És ebben a kanadai magyarság példásan élen járt. Büszkeséggel tölt el, ahogy a kanadai magyar közösségek a járványhelyzet jelentette kihívásokhoz alkalmazkodva társadalmi felelősséget viseltek a közösségeik tagjai iránt, ahogy a szervezetek különböző módon igyekeztek ebben a nehéz helyzetben programjaikat megvalósítani, őrizni kultúránkat, megemlékezni a nemzeti összetartozás évéről és nemzeti ünnepeinkről. Szükséghelyzetben nem volt hiány 2020-ban, az pedig bebizonyosodott, hogy minket magyarokat, éljünk bármerre is a nagyvilágban, nem csak baráti, hanem sokkal inkább testvéri kötelék tart össze. Nekünk is a főkonzulátuson a kialakult helyzethez kellett gyorsan alkalmazkodnunk, az év első fele leginkább a konzuli segítségnyújtásról és a repatriálásról szólt. A kialakult járványhelyzet hozta utazási korlátok közepette, külképviseleténk 150 magyar állampolgár hazajutását segítették elő. A magyar kormány két mentesítőjáratot is küldött Torontóba, a Kanadában rekedt magyar állampolgárokért. Helyi vállalkozók összefogásával összesen 200 adag élelemcsomaggal és készfertőtlenítővel tudtuk ellátni a hazainduló utasokat, illetve néhányuk számára ingyen szállást sikerült biztosítani a torontói tranzitálás idejére. Emellett helyi vállalkozók adományaként a mentesítő járatokkal összesen 21 ezer darab arcmaszkot és 6 ezer pár gumikesztyűt sikerült hazaküldeni. A Kanadai Magyar Vállalkozók Szövetségével a frontvonalban dolgozó kórházak támogatására indított adománygyűjtésnek köszönhetően pedig 35 ezer dollár pénzbeli segítség is hazautalásra került. Helyi magyar szervezetek és a főkonzulátus kezdeményezésére a járvány által leginkább veszélyeztetett idős magyarok részére indított Maradj Otthon program keretében pedig 3 hónapon keresztül összesen 15 ezer adag meleg ételt szállítottunk ki Torontóban. Sajnos nagy létszámú összejövetelekre nem adott lehetőséget az év, így mi is igyekeztünk több programunkat online megvalósítani, így filmvetítési sorozatot indítottunk kicsiknek és nagyoknak, virtuális kiállítást rendeztünk a kanadai magyar képzőművészek alkotásaiból a főkonzulátuson, a Magyar Tudomány ünnepéről is online konferencia keretében emlékeztünk meg, illetve karácsonyi rajzpályázatot hirdettünk a gyermekek részére. Emellett idén is 5 magyar iskola tanulói tudtuk Magyar Mikulás csomaggal megajándékozni. Közös értékeink megóvására is figyelmet fordítottunk, a főkonzulátus munkatársaival sikerült megszépíteni, újrafesteni a Niagarán található időalagutat, hogy az továbbra is büszkén közvetíthesse a kanadai magyar üzenetét. Bátran mondhatom, hogy az év leglátványosabb eseménye a Niagara vízesés nemzeti színekben történt megvilágítása volt. A nemzeti összetartozás évében, az október 23-ai nemzeti ünnepnapunkon így tisztelettünk közösen a kanadai magyarokkal, a kanadai magyarok és hazánk előtt. Bár a járványhelyzet a gazdasági kapcsolatok terén is kihívások elé állított bennünket, de mégis sikerült további előrelépést elérni. Többek között megnyílt a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség kanadai regionális irodája, valamint megalakult a Kanadai Magyar Kereskedelmi Kamara Torontóban. Az oly fontos gazdaságdiplomáciában is új platformokat kellett találnunk a potenciális partnerek megszólításához, a magyar termék és szolgáltatás export elősegítéséhez, amely reményeink szerint az elkövetkezendő években komoly eredményeket hozhat. És ha már gazdaságdiplomácia, a főkonzulátuson is váltás volt 2020-ban, és igaz Máté Árpád személyében új külgazdasági attasé kezdte meg a munkáját, aki egyben az én helyettesem is, valamint a vancouveri alkonzulátus létszámát is megdupláztuk, és immáron Vancouverben is működik külgazdasági attasénk, Molnár Mónika személyében. Válságos, nehéz időszakok sokszor voltak az emberiség történetében,
de ezek nem tartanak örökké. Bennünk magyarokban viszont minden adottság, tehetség, szorgalom, újítási készség megvan ahhoz, hogy győztesen kerüljünk ki a jelenlegi helyzetből, a körülmények adta hátrányból előnyt kovácsoljunk. Ahogy 2020 a nemzeti összetartozás éve volt, úgy 2021 pedig a nemzeti újrakezdés éve. A torontói főkonzulátus és a vancouveri alkonzulátus minden munkatársa nevében én ennek az újrakezdésnek a reményében kívánok mindenkinek sikerekben, egészségben gazdag, szeretetteljes, boldog új esztendőt!